Szeretettel köszöntünk mindenkit a Wolver Levide Együttes NK által támogatott projektjén, ahol betekintést nyerhetnek egy próbába. Természetesen azért ezek olyan körülmények, nem így szoktunk próbálni, hanem próbateremben, és nem így ülünk, hanem ugye általában félkörben. De ettől függetlenül most megpróbáljuk megmutatni a legérdekesebb részeit néhány darabnak, amit kiválogattunk. És akkor átadom a szót Csáki Andrásnak. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Elsőként egy Astor Piazzolla művet fogunk, egy hangszeres duót fogunk próbálni Miskolci Anita kolléganőmmel. Ez a mű eredetileg egy fuvola gitárdarab, és Piazzolla az mindig egy nagyon érdekes terület, hiszen a klasszikus zenészeknek könnyű zene, a könnyű zenészeknek klasszikus zene, tehát pont a határán van a két dolognak. Most egy pár apróságot szeretnék megmutatni, először is a gitárintróban, hogy milyen variációink vannak, miket hogyan lehet ezzel a darabbal játszani, és szerintem mitől lesz ez igazán latinos. Piazzollánál ugye egyrészt ezeknél a latin zenéknél nagyon-nagyon fontos a szigorú, feszes ritmus, de az ilyen lassabb tételekben, mint például a Caféban is, ebben a most következő darabban is, néhány helyen, a szabadság is nagy teret kap. Azt hiszem, hogy az első gitárbevezetőben ez a legfontosabb, hogy a gitáros a megjelölt hangokat játsza csak ritmusértékben a helyén, a többit pedig viszonylag szabadon játszhatja akkord felbontásként. Megmutatnám először, hogy mi a különbség a között, hogyha én eljátszom egy kicsit kockán, illetve hogyha utána eljátszom úgy, ahogy én képzelem egy kicsit a fantáziámat hozzárakva az egyenletes nyolcadokhoz az elején. Következik tehát a darab első pár üteme csak kétféle előadásban. Először úgy, ahogy le van írva, és ahogy talán az ember elsőre eljátszaná. Na most én azt gondolom, hogy sokszor hallom így gitáron, klasszikus gitárosok és bármelyik gitáros, aki ezt el tudja játszani, gyakran játsszák így. Én mégis azt gondolom, hogy ezek a nyolcadok, ezek egyáltalán nem egyenlőek, és jelentős különbséget merek köztük tenni, nem csak dinamikában, hanem agogikában is. Hát rögtön jöhet a kérdés, hogy mi az az agogika. Az agogika, hogyha felütjük a szótárt, akkor ugye csak annyit jelent, hogy a darab alap ritmusában benne maradunk, de a pici ritmus értékek azok egy kicsit szabadabban szólnak. Tehát a nagy lüktetése a darabnak stimmelni fog, az itt megjelölt basszus hangok, amik az E. Tehát ezekkel fogom vezetni a szólamot, de ami közte van, azok sokkal szabadabbak lesznek. Következzék most ez a második előadás. Hallható volt szerintem, hogy átlagban kijöttem jól, voltak gyorsabb ütemek, és voltak olyan ütemek, amiket széthúztam. Ebben a darabban rengeteg ilyen játék van, ebben a bevezetőben rengeteg ilyen játék van, és talán még egy dolog, amit megmutatnék, és a gitárnak egy sajátossága. Más hangszereken, hogyha kötőívet húznak, akkor ugye az egy egyértelmű összekötését jelenti a hangoknak. Na most sajnos a gitáron nem ilyen egyértelmű a dolog, mert a gitáron jelentheti azt, hogy összekötöm a hangokat, illetve jelölhet egy technikát is, ami annyit jelent, hogy például ezt a két hangot tudom így játszani, két külön hangnak, vagy pedig tudok egy úgynevezett balkézkötést csinálni, azaz csak a bal kezemmel játszom el a második hangot. Ez egyébként a hangok összekötését jelenti, de mégsem teljesen ugyanaz, mint hogyha mondjuk két húrra rakom, és úgy játszom el ezt a hangpárt. Ez azt hiszem, hogy
Ugyan vonós hangszereken is létezik ilyen, hogy csak bal kézzel játszanak, de talán nem használják ilyen gyakran, mint a gitáron, ez kifejezetten egy artikulációs lehetőség. Na most ebben a darabban az az érdekes, hogy Astor Piazzolla nem tudott játszani a gitáron, tehát a gitárosaira hagyatkozott. Így nagyon sok olyan kötőív van beírva ebbe a kottába, ami nem teljesen kivitelezhető a gitáron, illetve nem mindig lehet eldönteni, hogy ez most egy technikai kötést jelente, vagy pedig zenei kötést. Rögtön az elején is így kezdődik, hogy ez a quint, ez össze van kötve, de ezt valószínűleg, hogyha a gitártechnikai kötést szeretnék játszani, akkor így hangzana. És itt ezt már nem is lehet, ezt már nem is tudnám ugye eljátszani, tehát nagyon valószínű, hogy ez csak egy zenei kötés itt Piazzolla részéről. Na de nagyon sokat beszéltünk a gitárról, következzék most a cselló belépés előtti kis rész, ebből Anitával szerintem eljátszunk egy pár ütemet, és utána megvitatjuk. Akkor én eléjátszom előtte azt az egy ütemet, jó? Köszönöm szépen, szerintem idáig beszéljük egy kicsit át. Ugye eredetileg ez a darab, ahogy az elején is mondtam, fuvolára íródott, de a fuvola és a cselló hangja annyiban mégis hasonlít egymásra, hogy mind a kettő tud hosszú hangokat játszani. Ugye a gitárnak a hangja az egy ilyen lecsengő, egy kicsit ilyen perkusszívabb hang, ezért nagyon érdekes megnézni azt, hogy vajon a dallamot játszó hangszer szólamában, ami esetünkben a cselló, milyen artikulációs jelzések vannak beírva. Elég pontosan le van itt ez jegyezve, 19-es, 20-as, 21-es ütemben vannak itt ilyen staccatók. Ezeket próbáljuk egy picit ki, hogy vajon hogy tudjuk úgy elválaszgatni őket, hogy ezek kultúráltak legyenek. Ugye itt is a staccato jelzés az Piazzollánál teljesen mást fog jelenteni, mint Mozartnál jelentette volna, tehát az egész hangképzés egy kicsit más jellegű, de erről azért nem beszélnék, mert ennek én nem nagyon vagyok hozzáértő szakértője, és mivel csak rajtam van mikrofon, ezért most próbálgatni fogjuk ezeket a rövid hangokat, úgyhogy én azt csinálnám, Anita, hogy a 18-as ütem negyedik negyedéből játszanék két 8-at felütést, és utána kezdjük el ezt az utána következő három ütemet, és azt kéne próbálgatni, ugye, hogy nekem úgy vannak írva ebbe az eredeti kottában, hogy a 8-adok el vannak választva, és a félkottára tenutó van. Ezt próbáljuk ki. Először akár úgy is kipróbálhatnánk, hogy mi van akkor, hogyha ezt picikátó játszod. Tehát, hogy egy ilyen pengetett jellegű hangot hallhatunk. Ugye az első molto espressivo téma után, ami egy ilyen szép, hosszú hangos, olyan, amit a gitár sose tudna játszani. Azután mi lenne, hogyha következne egy ilyen kontraszt? Próbáljuk meg akkor, hogy az most esetleg te is pengetsz, csatlakozol hozzám. Igazából talán itt elég is, hogyha a 22 közepéig játsszuk a quintolát, talán már ne is játsszuk legközelebb. Na most próbáljuk azt meg,
Én nem vagyok ugye a vonós hangszerekben nagyon otthon, de próbáljuk meg, én nekem igazából ez a hangzás tetszett. Próbáljuk meg, hogy ezt próbálod leutánozni. Amikor ugye a 22-ben átvetted vonóra, nekem az már szinte túl rövid volt az a hang. Tehát most ezt próbáljuk meg, hogy ezeknek a picikátó hangoknak ezt a testességét, és ugyanakkor ilyen nagyon körvonalazottságát próbáljuk meg most vonóval, hogy az hogy működik. Én nekem igazából ez tetszett, bár megmondom őszintén, nekem a picikátós tetszett legjobban, lehet, hogy én nagyon elfogult vagyok, és szeretem ezeket a pengetett hangokat. Én valahogy így képzelném ezt a részét el. Na nézzük egy másik részét még ennek a darabnak, amivel mindig szoktak problémáink lenni. Itt van egy rész a 35-ös ütem, talán a 16-ot felütéssel majd kezdheted, és itt is megmutatom majd a gitárban, hogy milyen variációk vannak, de talán először játsszuk el. 35-től, 35-1-től, oké, 35-1-től megyünk. Na most ugye ez egy nagyon ritmikus rész Anitának, hogy tudok én neki segíteni? Ugye a gitáron, hogyha így alapból nem csinálok semmit, akkor így szólna ez a kísérlet. Ugye hát ez így szépen szól, de nem nagy segítség neked. Na most amit én tudok csinálni, hogy a basszusokat egy kicsit elvezetem. Egy kicsit életre kell ez a ritmus. Ugye elvileg Anitának itt 4/4-ben van lejegyezve, viszont az ilyen latin zenében nagyon gyakori, hogy a 4/4-et ugye nem úgy osztják föl, hogy 4 külön negyedből áll, és akkor az egyen és a hármon lenne, ugye a hármon lenne egy melléksúly, az egyen egy fősúly, hanem inkább úgy osztják be, hogy 3/8 plusz 3/8 és 2/4 az ütem végén. Ez az ütem végi 2/4, ez az, ami aztán nagyon vezetni tud a következő egyre. Én most ezt próbáltam egy picit jobban hangsúlyozni, de közben nekem az akkordra vannak ugye hangsúlyok írva, tehát az egy picit ennek még egy érdekesebb fűszert ad. Minden esetre most ezeket a basszusokat fogom játszani. Aha. És ugye ez a basszus gitár szólam az, amit én próbálok neked itt egy kis kapaszkodónak nyújtani. Jó? Akkor próbáljuk meg még egyszer ezt. Igen, tökéletes. Én szerintem most sokkal, sokkal jobban együtt volt már ez az eleje. Amivel nem vagyok még kibékülve, az a 41-42-es ütem, itt a rallentandónkat kell. Igen, ezt kell összehozzuk. Igen. Miben tudok én neked itt segíteni? Az az igazság, hogy én itt végig 16 a dolog, hogyha megnézed előtted. Tehát itt valamilyen szinten muszáj egymást hallgassuk. Különösen itt az üveghangjaimnál a végén. Én fogok egy ilyen jó testes egyet játszani itt. Igen, egy picit szeretsz később indulni a 42-be a nyolcaddal. Egyszer, csináljuk meg még egyszer, jó? Tehát akkor számolok elé, hogy... Aha.
még egyet csináljunk ebből. Mi lenne, hogyha eléjátszanánk az előzményeket is, hogy legyen egy tempónk, jó? Ugyanaz a 35-ös ütem még egyszer akkor. Tökéletes. Azt hiszem, hogy mivel a rendelkezésre álló idő az korlátozott, talán ebből a darabból most elég ennyi, és akkor váltsunk is rögtön egy másik tételre.